szépülhetnek a fehérvári kertek, erkélyek. Hetek óta tart az érintkezésmentes virágoztás a Selyem utcai Iparcikk piac területén. A pályázóknak ki sem kell szállniuk az autóból, amíg a városgondnokság munkatársai bepakolják a csomagtartóba a virágokat. Vannak, akik minden alkalommal élnek a lehetőséggel. Minden évben. Megveszek is melléje. Már én a piros puskát is szálltam, és nagyon keveset kaptam. De azért meg vagyok elégedve. Idén is rekordszámú, közel 10 000 pályázat érkezett a Virágos Székesfehérvár programra, melynek keretében nem csak növényeket, de 700 darab komposztáló ládát is kiosztanak. Közel 300 000 tő növény, amit kiosztunk itt a 3 hét alatt a lakosság részére. Ezek ablakerkélyes pályázatok, családi házas pályázatok, illetve intézmények és társasházak részére is biztosítottuk a pályázat lehetőségét, és ők is már megkapták a növényeiket. Az önkormányzat több mint 10 éve rendezi meg az országosan is egyedülálló akciót, a cél pedig nem más, mint szebbé, gondozottabbá, színesebbé tenni Székesfehérvárt. Azt hiszem, hogy abszolút része már annak, hogy Fehérvár egy nagyon virágos város, sőt, ezt nem csak mi mondjuk így, hanem időről időre díjakat, különböző országos versenyeket nyerünk, és ebben az évben ugye európai versenyen is indulhatunk képviselve a nagyvárosi kategóriában Magyarországot. És köszönet jár egyrészt a városgondnokság szakembereinek, itt 15 fő az, aki napokon keresztül dolgozik a virágok kiosztásán. Köszönet annak a közel 10 000 embernek, pályázónak, aki segít nekünk virágosabbá tenni Fehérvárt. Ugye mi átadjuk ezeket a növényeket, és ők pedig elültetik és gondozzák. Cserpakovics András hozzátette, a lakók türelmét és megértését kérik a csütörtök estig tartó akció idejére, hiszen ez idő alatt a virágoztásban résztvevő szakemberek nem tudnak a város más területein dolgozni, azonban hamarosan Székesfehérvár többi része is tovább szépülhet.